Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon! Képzeld el, van egy jó hírem, és van egy rossz hírem. Bár lehet, hogy a címben most már tudjátok. A jó hírem az az, hogy az iPhone-om, ugye múltkor mondtam, hogy beledobtam véletlenül a vízbe, és kiszáradt. Tehát működött rendesen, semmi baja nem volt neki, rendesen, minden jó volt rajta. Aztán másnap, képzeld el, kimentem ide ehhez a hajólerakóhoz, ugyanis visszajött a jetski, ugye leszervizelték, megcsinálták, a jetski rendesen működik, és fogtam a telefonomat, és véletlen ledobtam. Ilyen tök véletlen ledobtam, és ilyen tök véletlen összetörött, mutatom. Látod? Lehet, hogy nagyon nem látod, de várjál, ott berepett, itt a széle, ez a széle berepett, van rajta egy ilyen nagy repedés, és azért még működik, tehát még működik, de összetörött. Nem voltam nagyon boldog, ugye? És nem tudom, mit csináljunk az iPhone-nal. Azért kisorsoljuk majd. Jelenleg még működik, tehát még mindig használom, még mindig nem vettem új telefont, de ilyen állapotban mit lehet vele csinálni? Ugye kisorsolom, valaki tudja azért használni majd, vagy nem tudjátok, vagy ajtótámasztnak, mert mondjuk nálatok, opá! Oda, látod? Megint ledobtam a telefonomat. Na minden. Pár múltkor nem ezért törött össze, azért, mert a betorra esett, ilyen nagy kavicsos betorra. De mit csináljuk? Kisorsoljuk azért, ugyanis lehet még nálatok használni. Tehát kisorsoljuk, vagy ne sorsoljuk ki. Nem most, majd a jövőbe. Vagy inkább, nem tudom, menjen a ajtó támasznak. Ugyanis működik, csak olyan, mint mikor össze van törve. Még mindent valaki mondja, hogy miért nem cseréled ki az elejét, ugye? Azért nem cserélem ki, mert nem éri meg. Ez az iPhone 6-os, ami jelenleg mi nálunk $450 kerül, hogyha jól tudom. A megcsinálása, ha jól emlékszem, olyan közel $200. Tehát szerintem az egész nem ér annyit, hogy az egészet ugye kicseréljed, meg... Na minden. Úgyhogy nem fogom megcsináltatni, ugye? Meg már többször beleesett a vízbe is. Nem. Egyszer esett bele a vízbe, csak többször nem működött rendesen, ugye a töltés meg minden. Szerintem a pára miatt, ahogy mondtam. Tehát ilyen vizet kapott. Na minden. Gondoljátok, ide a videó leírjátok meg, hogy mit csináljunk ezzel a telefonnal, ami össze van törve. Na! Aztán, most nem más fogunk csinálni, ugye, készülődünk, és elmegyünk Surfers-be, ott játszunk egyet, ugye, ez az a turista rész itt, mint nálunk itt a Gold Coast, Surfers Paradise, ami itt van, itt középen bent, lent a tengerparton, és ott sok mindenféle fajta dolgot lehet csinálni, köztük bemenni a Time Zone-ba, az egy ilyen játéktermes rész, ahol a Davis meg a Lucas rettentően szeret játszani, mert lehet mindenféle dolgokkal játszani, mintha itthon nem lenne ugye a PlayStation vagy Xbox, de azok mindig ott jobbak, de szervusz, na mi játszat? Semmi. Te olyan piros vagy, amíg az előbb jöttünk meg a jazzkizésből, épp hogy csak megebédeltünk, meg lezonyoztunk. Nem süt a nap, de ilyenkor is ugye le lehet égni. Egy pár szóba beestünk a vízbe, de most nem törtük össze magunkat. Mármint úgy, hogy nem vertük be semminket. Legalábbis én nem vertem be semmit se, hogy bevertél valamire? Semmire se. Kivéve a bokát, én nagyon picikét, de úgy semmi baj neki. Általában ugye mindig vagy beverjük magunkat, vagy bekarcoljuk magunkat, és szerintem. Na minden. A Davis az is el van készülve, jelenleg éppen játszik. Látod? Na mi a helyzet? Csak Spider-Man. Ja, csak verekedsz. Ott látod? Spider-Man nem. Amúgy a Davis ugye ilyenkor mehet ebéd után rá a PlayStation vagy az Xbox-ra egy ilyen fél órát, egy órát maximum. Aztán utána ugye nincs neki megengedve. Nézd, valaki megint kérdezi, a Davis mindig az interneten, a PlayStation meg az Xbox-on játszik. És sokszor mondtam, hogy nem, már még mindig sokan kérdezitek tőlem. Aztán, akarok válaszolni gyorsan egy kérdésre, többen kérdeztétek, hogy mikor költözünk, vagy nem költözünk. Látod, megint ilyen járhatnékon van, na minden. Nem tudjuk, hogy még költözünk, lehet, hogy nem költözünk. Akkor is költözünk, hogyha leiratkoztok. Tehát voltak ilyen kommentek, hogyha elköltöztök ebből a házból, akkor le fogok iratkozni. Nem csak én, hanem az összes osztálytársam, az egész iskola, az több mint 200 gyerek vagy ember. Akkor is, hogyha úgy döntünk, ugye költözünk. Tehát, hogyha leiratkoztok, ha nem iratkoztok le, ezentúl is lesznek jó videók, azért, mert elköltözünk. Az nem azt jelenti, hogy ezentúl ilyen nem jó videók lesznek. Max, nem ebben a házban fogunk lakni, hanem egy sokkal szebben, vagy sokkal rondábban, nem tudom, már rondázva azért nem szeretnék költözni, de lesznek érdekes videók. Például, amikor az apartmentben, ott abban a lakásban laktunk, akkor is el szoktunk menni le a tengerpartra, mindenféle felé fajta a helyre, és érdekes videókat készíteni, aztán itt csak körözök, meg megyek körbe-körbe, na minden, nem mondom, hogy micsodát, de tudod, hogy mire rimel, na minden, beszélek meg egy hülyéket, úgyhogy most elkészülődünk, felhúzzuk a cipőnket, meg iszok egyet, és elindulunk. Whoopsie daisy, készen vagyunk. Elroppunk ide titeket. Úgyhogy elindulunk, aztán képzeld el, az előbb néztem a telefonomat, és akartam telefonálni.
mert néha szoktam telefonálni, aztán képzeld el, ez a touchscreen nem akar működni neki rendesen. Látom, na most működik, el tudtam húzni, de az előbb sehova. Így meg tudom nyomni a gombot rajta, hogyha valamit el akarok indítani, na most pont el. Látod, hogy össze-vissza, néha ezt is csinálja. Rányomok a YouTube-ra, és semmit, látod, semmit nem csinál. Na most bejött! Na mindegy, néha bejön, néha nem. Úgyhogy, na most meg össze-vissza megy. Ó, te most hogy kapcsolom le? Össze... Ó, várjál, hív! Fölhívtam az öcsémet, de csak véletlen. De azt hiszem, hogy sikerült lerakni. Ah, most visszahívott, látod, nem is akartam ide. Most nem tudom felvenni. Na, várjál. Náló. Szóval, csak azért mondtam ugye a hibákat, hogy tudjátok még, mielőtt azt mondjátok, hogy sorsoljuk ki, aztán véletlen elküldöm valakinek. Hoppá, sipolunk. Megnyeri, és utána meg... ugye nem fog rendesen működni. És nem én akarok lenni a hibás, hogy kisorsoltam egy nem működő telefont. Hagyj te. Megyünk! Kapcsoljuk a garázs ajtót. Na mi a helyzet? Készen vagy? Én készen vagyok. Készen állunk a nagy játszásra. A nagy meccsre. Mivel fogunk játszani? Az, az a jéghoki. Nem jéghoki van. Milyen hoki? Az a jéghoki. Ne, az a levegős hoki. Az amikor az asztal és megy rajta a levegő. Az jéghoki? Ja. Az asztalos jéghoki. Ja. Az asztalos jéghoki. Várj, mutatom merre megyünk, csak fogom a Davisnek a kezét. Látod? És nehéz kamerázni meg egyszerre filmezni. Kamerázz még egyszerre filmezni, miket veszek, fogni a kezét meg filmezni közvetve. Amúgy ott van egy ilyen régi telefonfülke, nem tudom, nálatok még mindig van telefonfülke? És nálunk most már, hoppá, nincs olyan túl sok, de ott egy, mindjárt közelebb vagyunk, aztán nem hívunk fel senkit, de megmutatom nektek. Van nézni, ilyen pici utánfutója, lakókocsi. Na, ott a telefonfülke. Itt a telefonfülke, amit tudod használni az ingyen internetet, hogyha ezzel a szolgáltatóval vagy a teraszával, és tudod használni az otthoni internetedet. Na várjál, nem tudom fogni a kezét meg filmezni, jobban megyünk. Miért mindenhol látod, hogy fel akar mászni, meg ugrálni a Davis. Nagyon szeret ugrálni, meg felmászni ilyen falra, meg lépcsőre, meg aztán leugrani. Várjál, jön valami, sehol senki, na mehetünk. Megálltunk egyet inni. Kicsit fúj a szél, ugye? Nem is kicsit. Amúgy vannak lent, látod? Ott fürdenek, kint a zászló, ugye ott lehet csak fürdeni. Nem olyan túl sok, amik ezen részen, de ugye az egész part oda néz, arra tele van. El se látunk a végére. Úgyhogy most megállunk egyet, aztán megyünk egyből játszani, vagy valóban máshova akarsz menni? Egyből megyünk játszani, rendben. Ekkor megyünk egyből játszani. Megálltunk megint egyet, amit sétáltunk egész onnét, nem olyan túl sokat. És a Davis egy kicsit lassan jön. Na mindegy, megyünk. Le kéne menni egyet fürdeni, mit szólsz hozzá? Kár, nem hoztuk le az úszogatjánkat, mi? Bár ma már fürdöttünk egyet. Átmegyünk oda szembe. Nézd, hogyha valaki gördeszkával, amit lehet biciklizni, gördeszkázni, meg sokan itt piknikelnek, esznek, isznak itt a part mellett. Aztán le van zárva ugye ez a rész. Lukasztatom, miért van lezárva? Mert valamit itt építenek. Úgyhogy ott ki lehet menni az utcára, lehet most ott sétálfikálni. Várj, elhagytuk aztán megint a Davis meg a feleségem. Ez a strand van tele, oda nézzél. Vannak egy páran, pedig most már kezd lemenni a nap. Arrafelé már nem olyan túl sokan, de ezen a részen. Ahogy ott van, nem nagyon lehet látni az illetetőknek az autójuk, az a homokfutó autó, azt nagyon elfogadnám. Csak nem tudom, hogy hol használnám. Az utcán nem lehet használni. Próbálok közelíteni, nem megy közelebb a kamera. Na mindegy. Látod, ott van a zászló, hol lehet húzni, hol nem lehet húzni. Ahogy sok helyen nem bemennek, ott is olyan zászló, csak veszélyes. Aztán húzzagatják ki az embereket minden 5 percbe. Na, menjünk. Bejöttünk a bejáraton, aztán meg is álltunk az legelső autónál. És a Davis erre egyből ráugrott. A feleségem elment feltölteni a kártyát, aztán megyünk tovább befelé. Nekem ez a kedvencem, a céllövölde. Itt rá lehet lőni ezekre az emberre, meg mindenféle dologra, onnét a puskákkal, látod? Aztán megyünk tovább, és azt nem tudom, hogy merre. Követjük a Davis-nek a Lucas-t. Lucas, te hogyan játsz? Szerintem nincs is kártyánk még. Ja, várj, meg kell várni. Amúgy itt vannak ilyen régi dolgok is, például az a céllövöl, de aztán ez az újfajta ilyen, nem is tudom, 3D-s, 4D-s valami, de be lehet menni, aztán lövöldözni. Mit akarsz ott oda felülni? Várjál, nyerj a mami, valahol. Ott a jéghoki. Csak nem
veszem a hátsó. Szerintem ennél régebbi játékodat nézzél, az nincsen. Ez a régi Forma 1-es Sega játék. Ahogy mondtam, hogy valaki nagyon régi játékok is, az újak ott vannak a másik felén. Csak közben elhagytuk a Lucas-t meg a feleségemet. Na mi van? Vezetni fogunk? Ők vannak ketten, én meg a feleségemmel majd mindjárt a túloldalon. Mivel ezzel, tehát túl van neked az a puska, nem gondolod? Azt a lehet lőni az embereket. Na várjál, lehúzzuk? Nem húzzuk le. Mit akarsz játszani? Hol van? A Davis-szel, rendben van. Na menjünk akkor tovább, mégsem ezzel játszunk. Te nyuszi, de nem állszál fel. Odaadom a kártyát, aztán húzzad. Találtunk egy régi játékot, oda néz. Ez pont a Davisnek való kijön, aztán fejbe kell belőni a krokodilokat. Nem, úgy néz, rá kell ütni, látod? Fejére. Oda, bum! Nagyon jó játék. Ez is nagyon régi lehet amúgy ez a játék. Amúgy, hogy kapsz pontokat, aztán minél több pontot összegyűjtesz, utána le tudod vásárolni ott, ahol bejöttünk. Lehet mindenféle dolgot venni a pontjaidon. Na megnézzük ezt is. Lucas már bent van, de a Davis is. Oda néz, milyen képernyő. Ilyen fél. Na, elindult a játék. Nézd, húznak téged a habra. Kiket kell kilőni? Nincs itt, van itt valaki. Fönt, lent. Mindjárt jönnek. Oda nézzél. Hogy? Hoppá. Na, legyünk tovább. Na, azt mondom, hogy lovagolunk egyet, de legalábbis a Davis biztosan. Azokat le kell lőni, meg közben lovagolni. Már a Davis nem hiszem, hogy fog tudni lovagolni, meg lövöldözni. Aztán megyünk tovább. Az előbb átmérjed ezzel a repülőssel, ami nekem nem tetszett annyira, a Davis nagyon élvezte. Ott van az a zombis, a Walking Dead, amivel a Davis nem hiszem, hogy be fog ülni, de lehet még a Lucas se. Jövök! Na megjött a Davis is, a Lucas bent van a Star Wars-ba, bezárta magát ebbe a masinába. Itt az ajtaja, azt hiszem. Ja, ott az ajtó. Úgyhogy megmegyünk ezzel a gyerekes valamit. Ott a kártya. Úgy a motorra. Ja, azt mondom, hogy felülök a Davis mögé, aztán megyünk egyet ezzel a Harley Davidsonnal. Kinyitjuk az ablakot, ugyanis rettentő meleg van. Közben azért kezdtünk, ahogy látjátok. Nem sokat filmeztem ott már bent, ugyanis rettentő nagy hangzavar volt, ugye mentünk minden felé, a Davis futogatott minden felé, mindenki mindenre fel akart tűni, mármint a gyerekek, és kicsit olyan zavaros volt minden. Mit mondasz? Hol van a bogár? Hol? A szemedbe? Belement a bogár? Lenyomtuk a bogarat, rajt, nem a szemére volt, hanem képzeld el, hogy ilyen szúnyog valami rászállt ide a fejére. Na mindjárt, lenyomtuk. Úgyhogy bekapcsoljuk a tévét. Lucas, hol a távirányító? Ott van a távirányító. Olyan csönd van. Megy, indul a tévé. Aztán megyünk aludni, mármint a Davis elmegy aludni. Ugyanis megálltunk vacsorázni, csak hazaérkeztünk, és... most már lassan, hogy aludnia kéne neki. De, ups! Leesett a puska. Látod? Mi a helyzet, Nyuszmus? Én ezt a mai videódélét most lassan befejezem, de még nem megyünk aludni, mert vacsora után még megissza az üvegét, megiszik vizet, meg hasonló dolgokat, ugye? Úgyhogy még egy égre fogom elmenni aludni. Na minden, én iszok valamit. Rettentő szomjas vagyok. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Úgyhogy, ha tetszett ez a mai videó, ne felejtsd el egy lájkot, egy szeretést nyomni erre a videóra, és feliratkozni, hogyha még nem vagy, ugyanis most már elértük a 85 ezer feliratkozók számát. Mindenkinek meg szeretném köszönni, aki feliratkozott, vagy aki már régóta is fel van iratkozva. És már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor részletek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!